Köszöntök mindenkit! Legújabb videómban a felderítése lesz a főszerep, amelyben hoztam három csatát, amelyben láthatjátok, hogy felderítésekért milyen kitüntetéseket kaphatunk, és ezekért mit is kell tenni. Ami a videókról elmondható, hogy mindegyikben az M3 Stuart nevű hármas amerikai könnyű tankkal fogok menni. Első csatát lássuk. Az ENSZK nevű pályán vagyunk, és hármas szintű tankok vannak. Stuartomban már megvan a jobb motor, ami ugye a felderítéshez, a felderítésnek az egyik legszükségesebb dolga. Szóval indultam a bázis felé, remélhetőleg az elséges tankok nagy része ott lesz. És így van, kettő tank meg is van. Három, közben el is kezdtek el lőni, persze ilyenkor úgy van. Biztos is tudjátok, botoznak, hogy egy tankból ugye belisek az összes tank rá fog célozni. Ez most is így van. De sikerült meglépni előlük. Bár az életem már csak 65%-on van. Szóval beértem a bázisra úgy, hogy nem, úgy, hogy még élek, hogy nagyon jó jel, felderítettem a lövegeket is, és ezen felül elkezdem lőni az egyik löveget, a bizont. Sőt, még ki is lövöm. Szóval. Ennyi volt az első csata, képet mutatom. Szóval ez a felderítésnek az a módja, amikor ugye átrohanunk a másik bázisra. Amilyen kitüntetést most láttok, ahhoz 9 tankot kell felderítenünk, és akkor kapjuk ezt meg. Ezen felül a csapatunknak meg kell nyerni a csatát, vagy akármennyi tankot derítünk fel, akkor sem kapjuk meg ezt a kitüntetést. Következő csata, következő kitüntetés. Itt is vagyunk a második csatában. A tankok ugyanolyan szintűek, ugyanúgy Stuarttal jöttem, egy másik pályán. A videó ugyanúgy kezdődik, mint az előbbi, tehát elindultam az ellenséges bázis felé. A tankról még azt tudom elmondani, hogy megvettem bele a jobb rádiót, ami úgy elősegíti a tankok felderítését, gyorsabban tudom azokat felderíteni, és nagyobb távról is. A csata itt válik érdekessé, elkezdek leszágulni a gombról, közben megvan az első kettő felderítés, ami már három, és az első lövéseket is kapom, vagyis hát nem kapom, mert mellém jönnek, és itt sikerült egyet a Stuarttal, a Nasztat meg is sérült, itt tehát már alapból lassabb a tank. És egy jó tanács, a felderítő tankokra mindig rakjunk javítókészletet. Nyilván, hogyha itt lett volna a tankomon javítókészlet, akkor túlélhettem volna a csatát, több tankot derítettem volna fel. De nem volt, így ki is lőttek persze. Ennek ellenére megkaptam a medált, ugyanis ennek a medálnak, mutatom, ennek a medálnak az a lényege, hogy amelyik tankokat felderítem, azokat rögtön meg is sebezzék. Ugye a csapattársa. Ez sikerült, ugye ezen a pályán ezt könnyebb megszerezni, mint a többi pályán. Következő videó. Na és itt is vagyunk az utolsó csatában. Ugyanis Stuarttal vagyok. Egy másik pályán, csak annyi különbséggel, hogy nem hármas tankok vannak, hanem ötösök. Szóval így könnyebben vége lehet a csatámnak. Különbség még, hogy itt védünk, azonban ennek ellenére elindultam felderíteni a tankokat. A jobb motornak és a 10-es rádiónak és 9-es 10-es rádiónak köszönhetően meg is kezdtem
ezeket felderíteni, és a csapat felét már sikerült is. Sőt, több mint a felét. Záporoznak a lövések, de sikerül elszáguldanom előlük. És így szinte az egész csapatot én derítettem fel. Még tudni kell róla, hogy én nem szoktam felderíteni, inkább nehéz tankkal szoktam menni. De látszik, hogy sikerült neki mennem annak a sziklának. Ennek következtében a T-50 véget is vetett a csatának. Ennek ellenére sikerült felderíteni a kívánt mennyiségű tankot. Azonban ebben a csatában nem kaptam egyetlen kitüntetést sem. Ugyanis a csapat nem sebezte meg az általán felderített tankok közül legalább 6-ot. Valamint ugyan felderítettem több mint 9 tankot, de a csatát végül is elvesztettük, így jutottam mind a két kitüntetés, amit kaphattam volna. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót, remélem tudtam nektek segíteni, sziasztok!